Anyátok is visszajött kájával. A lányokat is engedjétek odalén. Kecskegidákkal ismerkedhettek a gyermekek Zalaszentgróton. Izerné kis Helga közel 20 éve tart állatokat. Jelenleg 30 anyakecskéje van. Több terméket készít tejükből, húsukból. Nyitott porta hálózatnak a szervezésekor kerestek meg Erzsikéjék, hogy szeretnének a helyi termelőkből egy ilyen csoportot létrehozni, és kerestek egy sajtost. Hát hosszas vacilálás után döntöttem úgy, hogy jó, akkor beállok ebbe a csapatba. Szeretnénk, hogyha a helyben előállított termékeket minél többen megismernék, és inkább ezt vásárolnák, mint a boltit. Sokan indultak útnak távolabbról, több helyszínt is bejártak a környéken. A Szabó család a Veszprém megyei Pálpateszérről érkezett. A kecskesajt kóstolás előtt a gyümölcsfeldolgozóba is ellátogattak. Kóstoltunk lekvárt, meg gyümölcslét, aztán utána eljöttünk ide is, itt kóstoltunk gidahúst, meg különféle ízesítési sajtot. Nagyon sokféle szekrényünk volt idén, rengeteg fajtával próbálkoztunk, hogy kiválasszuk azokat a fajtákat, amik tényleg jók. A vindornya szőlősi kertészetben virágokkal és palántákkal várták az érdeklődőket. A Parragi család két fóliában gondozza a növényeket, évente két szezonban, tavasszal és ősszel tudnak segíteni a hobbi kertészeknek. A környékbeliek igényeinek megfelelően működnek. Tavasszal ugye muskátlik, balkonnövények, egy nyárig, pár éve már a zöldségpalántákat is bevettük a palettára, mert nagy igény merült fel itt ugye a helyi lakosok, vásárlóink körében. Össze ugye a zömében a krizantém, szálas, ez elég nagy, ritka ugye itt a környéken, illetve a cserepes krizantém és az árvácska. A nyitott porták 2019-ben indult el azzal a céllal, hogy kisebb létszámú csoportoknak bensőséges programokat kínáljon. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek általuk a gazdálkodásba. Én azt gondolom, hogy együttműködve könnyebb, hogyha itt egyedül próbálnának a borosgazdák boldogulni és vendégeket, látogatókat, vásárlókat bevonzani, nehezebb dolguk lenne. Így ezáltal, hogy közös marketinges szórólappal, rendezvényfüzérrel próbálkoznak, én azt gondolom könnyebb megszólítani a környékbeli családokat, baráti társaságokat, sőt, akár az itteni szálló vendégeket is, turistákat is. A nyitott porták egész nyáron és ősszel is várják a látogatókat. A nyilvános programokról már lehet keresni a hálózat eseménynaptárát.